Ma este a Margó Fesztivál keretén belül van egy Slam Poetry Est, a Kedvencek temetője a címe, azért mert évfordulós költők verseit kellett tovább gondolni. Nincs nálam a lista, de költőknek vagy a elhalálozás, nem tudom ez mennyire csúnya, illetve a születési évfordulója. Tehát ilyen kerekek, hogy 90 éve született, 75 éve halt meg. Once upon a time somebody ran away saying fast as I can. A Slam Poetry egy verseny, úgyhogy ma is ez lesz. A közönségből választunk ki majd 5 embert, aki pontozni fog. 1-től 10-ig adhat pontszámot, feleket is adhatnak, ha szeretnének, és a legmagasabb és a legkisebb kiesik, úgyhogy 3 pontszámot adunk a végén össze. Néhány barátom éhehalt a múltkor. Mondom, mivel úgy látszik, nem tudod. Nagy oszlopok közt festett évtüzel. Mit ér nekem, ha vagy, és mégsem hiszlek? S mit ér, ha hiszlek? És nem létezel. Teljesség igénye nélkül, akiktől sokan választottak verset. Nemes Nagy Ágnes, József Attila, Kassák Lajos, Jékely Zoltán. És kikatapultál az alkoverzum legkülsőbb peremeire, ahonnan csak a másnapos borzalmas alkoroid szuperhova záporral térhetsz vissza az élők soraiba. Én a Juhász Gyulától a telefont választottam, mert az egy nagyon nagy probléma, és egy kicsit ilyen predestinált lett az egész. Ez egy romantikus dolog, de én átcsatoltam telefonvásárlásba, és akkor ott már egy teljesen más dologba. Barátom, akit egy órán, mint rossz batyút sóhajtással vesztett el az anyja, és beragadt látókáidat a tragédiás planéták alatt éppen akkor nyitottad a világra, mikor egy kenyértelen suhanc az öregasszony torka felé szalasztotta a kését. Az volt, hogy hirtelen le kellett adni, hogy kiket választunk, és én tulajdonképpen ilyen kedvenc versemet választottam, amivel aztán, ami hát nagyon rossz választásnak bizonyult, mert most ez a nagyon jó versek, nem tudom, hogy mi, tehát ezek már egyszer meglettek írva, és akkor most ehhez képest írni még egy valamit, ami szóval se viccet nem akarok belőle csinálni, de abban a témában meg írni még egy ugyanolyan fajsúlyos valamit, az nagyon nehéz, szóval kedvenc verseimet választottam, amiket már régóta szerettem is volna elmondani, de ez nem biztos, hogy a legoptimálisabb választás volt.